Molnára Jánossal, Beregfüldő polgármesterével arról beszélgettünk, hogy milyen aktualitások vannak, és milyen újdonságok várhatóak a közel 2 éve átadott zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzemükben. Ahogyan a polgármester fogalmazott, az újbóli vezetőváltásnak köszönhetően az élelmiszeripari termékgyártásokból doktorált fiatalember Hegyi Ferenc vette át a korábbi igazgató helyét. Ő elsősorban a fermentált savanyúságok szakterületén mozog otthonosan, amely napjaink trendjeinek köszönhetően a jól eladható termékcsaládok közé tartozik. Most január 1-től van egy fiatalember, neki is nagyon örülünk, mert egy nagyon képzett, neki már komoly gyakorlata is van, aki Hegyi Ferencnek hívják egyébként, aki doktorált is ezekből az élelmiszeripari termékgyártásokból. Elsősorban a fermentált savanyúságok az az ő szakterülete, ami egy manapság egy reménység szerint jól eladható termék, család. Nyilván nem csak ezeket csináljuk, hanem továbbra is lekvárokat, szörpöket, de a piac is úgy néz ki, ezt a legnehezebb megtalálni. A piac is úgy néz ki, hogy ezek a fajta savanyúságok, ezek jól eladhatóak, és ezekre van igény. A polgármester arról is szólt, hogy az új irány mellett természetesen a továbbiakban is folytatják a lekvárok, a szörpök előállítását is a piaci igényeknek megfelelően. Ami piacot korábban gondoltunk, az sajnos részben a koronavírus miatt, de nem akarok mindent a koronavírusra kelni, hanem másokok miatt is nem volt olyan, mint amire számítottunk. Itt most nagy reménységeink vannak. Ehhez még hozzájárul az, hogy alakulóban van egy olyan kapcsolat, Mautner Zsófia neve gondolom sok mindenki előtt ismert. Velük kerültünk kapcsolatba, és úgy néz ki, nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy velük egy szorosabb együttműködés sikerül kialakítani, ami részben a termékek egy részét meghatározza, illetve a piacon is találunk olyan helyet, ahol jól el tudjuk adni termékeinket. Jelenleg visszafogottan van termelés, inkább ezeket az újdonságokat próbáljuk, tehát ilyen próbagyártásaink vannak, illetve a meglévő elsősorban savanyúságokat, illetve lekvárokat viszünk piacra, ezeket próbáljuk eladni. Az említett Mautner Zsófiával történő együttműködés időpontja mikorra várható, mikor kezdődik el? Ez már folyamatban van. Már voltak olyan termékek, amiket a velük való kapcsolat miatt kezdtünk el gyártani, ilyen próbagyártásokat, és tulajdonképpen a szerződést most fogalmazzuk meg, hogy mi az, ami nekik is megfelel, nekünk is megfelel, ki mit tud vállalni, ami... Hát azt mondom, hogy néhány hét vagy hónapon belül meg lesz.